Sikerült kipihenni az edzőtábor fáradalmait? Nagyon hosszú edzőtábor volt, ugye mi kapusok szinte minden nap kettőt edzettünk, egy nap kivételével. Volt az edzőtábor után két napi szabadunk, úgyhogy ott sikerült kipihenni magamat, igen. Most már az utolsó simítások zajlanak, hogy érzed magad így 3 nappal a mérkőzés előtt? Nagyon izgatottan, nagyon várom a mérkőzést, de mondhatom ezt az egész csapat nevében. Már mindenki készül rá fejbe. Holnap fogunk rátérni az ellenfélre videóelemzésekkel. Már néztünk róluk egy rövidebb videót a stadionjukról, a góllövőikről, úgyhogy már lélekben készülünk, de holnap fogunk rátérni konkrétan a taktikai elemekre. A taktikát félretéve, milyen ellenfélnek tartod a Vitória Guimarães-t? Hát ugye mondhatjuk, hogy a portugál bajnokság egy top bajnokság, ott igazából nincs gyenge csapat, úgyhogy mindenképp egy jó csapattal fogunk szembeállni. Bízunk magunkba, és amiket begyakoroltunk az edzőmérkőzésen, bízunk benne, hogy az sikerül majd végrehajtani, és az eredménnyel is párosulni fog. Direkt olyan ellenfeleket kaptunk a Slavia és a Hoffenheim személyében, akik magas letámadásos, passzjátékos futballt játszanak, hasonlóan, mint a Vitória. Mennyit segített ez? Hát mindenképp sokat segített, hiszen valószínűleg kint is velük is úgy fogunk játszani, hogy a védekezésre kell koncentrálnunk, és arra koncentrálni, hogy ne kapjunk gólt, és kontratámadásokra fogunk építkezni. Ezt sikerült megvalósítanunk a Slavia és a Hoffenheim ellen is. Sajnos gólba ez nem mutatkozott meg, de nem tudtak ellenünk helyzeteket kidolgozni, úgyhogy ez mindenképp biztató. Valószínűleg azért lesz dolgod, hiszen 30 ezer ember fog szurkolni az ellenfélnek. Otthon játszanak, feltehetően jönni fognak nagyon. Igen. Reménykedem is benne, hogy egy kicsit sikerül megmutatni magamat, hogyha én állok a kapuban. Természetesen szerintem sokaknak ez olyan mérkőzés lesz, hogy nem játszottak még ennyi szurkoló előtt, úgyhogy mindenképp druk lesz mindenkiben. De szerintem ebből jól fogunk kijönni, és bízok egy sikeres szereplésben.